Kedves keresztelendő, kedves gyülekezet! Azt hiszem, hogy nem csak nektek szól ez az ige, hanem mindenki előről kezdheti, ott, ahol annak idején. A teljes tagbevonás azt jelenti, hogy mindenki. A világnak ezen a részén ez azt jelenti, hogy valaki. Ha valaki, akkor ez azt jelenti, hogy biztosan nem én. Mi ezt így értjük. Azonban ott, ahol ezt megfogalmazták, a mindenki az mindenkit jelent, és Isten igéje ezt bátorítja. Megnézzük, hogy vajon van ennek igei alapja, vagy pedig csak éppen egy álmatlan éjszakán, ami atyánk fiai kitaláltak valamit, hogy hát valami új legyen. De ez az új nem új, ez az új nagyon régi. Isten munkája úgy halad előre, amikor a mindenki mindenkit jelent. Amiben én is benne vagyok. De miért pont én? Hogyan lehetek én is része ennek? És mi ennek az alapja? Hogyan? Mivel? Milyen eszközökkel? Ha az igei történet ma történne, akkor lehet, hogy így kellene elmondani, de nem biztos. Volt egyszer egy fiatalember, aki jó anyagi háttérrel indult. Az apja mezőgazdasági vállalkozó volt. Ő volt a vagyon, várományosa, mint elsőszülött, és minden jel arra mutatott, hogy folytatni akarja az apja vállalkozását, értett hozzá, tudta, hogy hogy kell, lelkesedett, érte, szerette, amit az apja csinált. Tele volt ambícióval, tervekkel, szorgalommal, és úgy tűnt, hogy minden feltétel megvolt hozzá. A család nem csak családi vállalkozásban dolgozott, hanem voltak alkalmazottaik is, nem is kevesen. Sőt, eszközeik is voltak. Az sem volt kevés az akkori körülmények között. Volt 12 traktor, földek. Nem az irodából nézte a termelésnek az alakulását, hanem úgy gondolta, hogy neki is részt kell venni. Ezért ott volt a munkások között. Ő is beállt a sorok közé. Ő is az egyik traktort vezette. És ugyanúgy szántott, mint bárki más az alkalmazottak közül. Nem volt kivétel. A jövő rendkívül ígéretes volt, úgy tűnt, hogy áldás van a munkán, úgy tűnt, hogy nagyon nagy profitot szerez a család, és meg tudja alapozni azt a jövőt, hogy egy igazi nagy vállalkozó legyen. Minden fiatalnak ez az álma, és ha valaki így kezdheti, az nagy dolog. Van, hogy valaki valamikor az élete közepén, vagy talán az aktív évek vége felé jut el ide, hogy már magától is van annyi vagyon, hogy már a pénz dolgozik, már a vállalkozás dolgozik, és elég, ha ő kimegy, ha megnézi, és él annak a profitjából. Bárkit fiatal, ha megkérdezünk valahol ez az álma, hogy elér egyszer ide, erre a szintre, amikor megy minden magától, és megverte, amit szeretne, elmehet oda, ahová vágyik, azzal az eszközzel, amit nem a múlt században hoztak ki, vagy nem a múlt évtizedben, hanem éppen ebben az évben, és így tovább. Csak hogy egy nap egy furcsa idegen érkezett meg a mezőre. Nem mondott semmit. Nem olvasott fel semmit. Csak egyszerűen oda ment a fiúhoz, és levetette a felső ruháját, zakóját és a vállára dobta. Azután megfordult, és elment. Ez a fiatal ember megdöbbent. De egy pillanat alatt megértette, hogy ez egy hívás. Valaki érte jött. És valaki ezzel a mozdulattal azt mondta, hogy gyere és kövess engem. Valaki azt mondta, hogy van egy másik út, egy másik jövő, egy másik hívás. Van egy másik dimenzió. Van ennek a világnak egy másik oldala, amit te nem ismersz. Gyere, kövess engem. Ez a fiatalember azonnal döntött. Nagyon ritkán hozunk meg gyors döntéseket egyik percről a másikra. De a történet szerint itt most pont ez történt. Azonnal feladta a jövőjét, a vagyont és a vezető beosztását. Utána szaladt a titokzatos idegennek, és azt mondta, hogy csak egy nap haladékot kér. Menni fog ő is, megy ő is, egy napot várjon. És ez alatt az egy nap alatt
két traktor árát szétosztotta az alkalmazottak között, többit a családra hagyta, és elment az idegennel, és elkezdett egy másfajta szolgálatot. Az első dolgunk az lenne, hogy kérjük a szerződést. Kérjük hozzá a munkaköri leírást. És kérjük azt, hogy ehhez a munkaköri leíráshoz milyen fizetés jár, ahhoz milyen pluszjuktatások, milyen extrák, milyen kényelmi szolgáltatások, milyen lesz a szolgálati autó, amivel járni kell, méghozzá milyen eszközök vannak, milyen előfizetéssel, milyen csomaggal együtt, és mind ezeket, ha ismerjük, akkor talán összehasonlítva sok más ajánlattal lehet, hogy mi is követni fogjuk az új hívást. Ennek a fiatalembernek nem ígértek semmit, nem írt alá szerződést, nem kapott munkaköri leírást. És mégis ment. Hogy mit csinált? Nagyon egyszerű. Ott volt a mestere mellett, volt dolga, például, amikor a főnöke kezet mosott, akkor az ő dolga volt vizet tölteni a főnöke kezére. De körülbelül ennyi. Így kezdődött az egész. Nap mint nap ez volt a munkája. Otthon tele volt elfoglaltsággal, biztos egzisztencia volt a háta mögött, ígéretes jövő, származásához méltó beosztás és feladatok, és most minden megváltozott. A főnökből szolga lett, a nagy jövedelemből jövedelem nélküli, normális feladatok nélkül, egy ködös jövővel. Ki az, aki ma ezt bevállalná? És azt mondaná, hogy ez a szolgálat a jövő. Ez a szolgálat ígér valami olyat, amit senki más, ami 12 traktor, 100 volt föld, alkalmazottak sokasága, és egy jól menő vállalkozás nem tud megadni. Ezt majd megadja ez a szolgáltatás, vagy ez a szolgálat. Ki az, akinek van ilyen álma, aki feladja az álmait ezért? Megérte? Megérte? Biztosak vagytok benne? Valószínű, hogy nincs már senki a teremben, aki ne tudná elmondani, hogy ez egy Elizeus nevű fiatalember lenne, ha ez ma történne meg vele. Királyok első könyvében, 19. fejezetben van az ő elhívása leírva, és az ő munkaköri leírása pedig Királyok második könyve, 3. fejezet, 11. versében. És ez így hangzik. És mondta Jósafát, nincs itt az Úr profétái közül egy sem, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól? Kérdezte a király. És felele egy az Izrael királyának a szolgái közül, és mondta, itt van Elizeus, a Sáfát fia, aki Illésnek kezeire vizet tölt vala. Ennyi. Megérte a szántóföldön ezt a döntést meghozni? Értelmes emberek hoznak-e ilyen döntéseket? Ott lehet-e hagyni valamit, ami hozzám méltó, feladni valamiért, ami banális, aminek semmi jelentősége nincs, ami egy adott ponton lehet, hogy megalázó, valaki másnak a kezére vizet tölteni. Ez az ember nem lett tulajdonos többet, nem számított ökrökkel, soha nem lett biztos anyagi háttere. De. És itt jön a de. De az Ószövetségben Jézus Krisztus előképe lett. Megszervezte a próféta iskolákat. Ugyanúgy, ahogy Jézus tanítványokat, tanítványiskolát, neki is tanítványai voltak. Azt olvassuk, hogy halottakat támasztott. Ugyanúgy, ahogy Jézus is a szolgálata során halottakat támasztott. Embereket gyógyított. Ugyanúgy, ahogy Jézus embereket gyógyított. Megsokasította az eledelt. Ugyanúgy, ahogy Jézus többször is megsokasította az eledelt. Megsokasította az özvegy olaját, meggyógyította a keserű vizet, úgy, ahogy Jézus élő vizet adott a követőinek. És amikor meghalt, abból a sírból feltámadt egy halott,
amikor Jézus feltámadt, akkor a sírok megnyíltak, és halottak támadtak föl, akik elkísérték őt a mennyben. Egy élet végén összekezve. Egy élet, amiről azt lehetett elmondani, hogy nem az lett, amit minden fiatal álmodott, de egy élet, ami megmutatta miniatűrben, hogy milyen lesz a várva várt messiás, ami megmutatja, hogy milyen lesz az örök élet. Egy ószövetségi miniatűr képe annak, ami az új szövetségben megmutatkozott Jézus szolgálatában, és ami megmutatta, hogy milyen lesz az örök élet. Hát csak ennyi. Megérte? Én azt hiszem, hogy a végéről nézzük az elejét. Akkor lehet, hogy vannak még sokan Elizeusok. És lehet, hogy indulnak ma Elizeus fiúk és Elizeus lányok, akik azt mondják, hogy nekünk ez tetszik. Ez az álom tetszik. Ez az, amit nem adhat meg semmi ezen a földön. Olyan lenni, mint Jézus. A maradék 11 pár ökörről nem olvasunk semmit. Hogy mi lett a szántóföldekről, nem olvasunk sehol. Hogy mi lett az apja vállalkozásával, hogy mennyi profitot szerzett, és abban az évben a mezőgazdasági tőzsdén hogy alakultak az árfolyamok, és hogy sikerült eladni a következő években a búza, a gabonatermés, semmit nem tudunk. De Elizeus neve 59-szer szerepel a Bibliában. Elizeus példája megmaradt. Elizeus példája ma is az elkötelezett fiataloknak a mintája. Ezért Istennek szolgálni a világ legmaradandóbb vállalkozása. Mire tanít Elizeus példája? Én két dolgot szeretnék kiemelni ebből. Az egyik, hol van a szolgálat helye az értékrendetben? És szeretném, ha erre a kérdésre valamilyen módon mindenki tudna magának válaszolni. A te életedben, a te értékrendedben mit jelent a szolgálat? És hadd olvassak ehhez néhány mondatot a Királyok és Proféták című könyvből, abból a fejezetből, ahol Elizeus szolgálatának az elemzését találjuk. Ez így hangzik. A felszólítás, hogy helyezzünk mindent a szolgálat oltárára, valamennyiünknek szól. Isten nem mindannyiunkat kér arra, hogy úgy szolgáljunk, mint Elizeus. Nem mindannyiunknak mondja, adjunk el mindenünket. Azt azonban kéri, hogy szolgálatát első helyre tegyük az életünkben. Ne engedjünk egyetlen napot sem elmúlni, anélkül, hogy ne tettünk volna valamit Isten földi műve előbbre vitelére. Legalább valamit. Naponta legalább valamit. Nem az én művem előbbre vitelére. Nem az én kis szolgálatom előbbre vitele. Nem az én kis független világomnak az építésére, hanem valamit Isten földi műve előbbre vitelével. Ami azt jelenti, hogy együtt Isten népével, együtt ezzel a tagbevonással, együtt Isten megszervezett egyházával. Sokan szeretnék megváltani az egész világot, az egész missziómunkát azzal, amit ők kitalálnak, azzal, amit ők végeznek, de lehetőleg senki ne szóljon bele, lehetőleg senkivel ne kelljen együtt dolgozni, lehetőleg senkinek ne kelljen hozzá az áldását adni, mert vagyok én is senki más. Itt Isten azt mondja, Isten földi műve előbbre vitelére minden nap legalább valamit. És így folytatja. Az Úr nem vár mindannyiunktól ugyanolyan szolgálatot. És sok gyülekezetben problémát jelentettem egy gyülekezetben, ahol azzal fogadtak, atyafi, tegyél valamit, mert itt senki nem akar az Úrért tenni semmit, itt nem működik a misszió. Amikor arról van szó, hogy tegyünk valamit, akkor nem jön senki, csak mi hárma a gyülekezetből. Megkérdeztem, és mi a misszió? Ebben a gyülekezetben mi a misszió? Hát adja, ez a misszió. De mondom, mi az? Mit csináltok, amikor elmentek missziózni? Hát megyünk könyvet árulni. Házról házra. És mondom, nincs másfajta misszió? Hát van egyéb szolgálat is, de ez a misszió. És a gyülekezet nem akar jönni?
Hát mondom, a gyülekezet mit szeretne? Hát vannak fiatalok, akik szeretnének ilyen felvételeket készíteni, meg az interneten, weboldalon van, tehát az nem misszió. Mások tartanak egy bibliakört a házban, tehát az nem misszió. Csak elmennek egészségügyi expót tartani, tehát az nem misszió. Az, amikor együtt és mindannyian azt csináljuk, na az a misszió. Muszáj volt elkeserítenem őket, hogy a könyvmisszió az egy fontos része a missziónak. De nem csak az a misszió. Ha te elhívást érzel abban, akkor csináld az, de hagyd, hogy mások csináljanak mást. Isten azt mondja az ő proféta írásában, hogy nem várja mindannyiunktól, hogy ugyanolyan módon szolgáljunk, mert mindenkinek másfajta lelkeajándékot adott. Miért kell egy gyülekezetből mindenkinek egyszerre ugyanazt csinálni? Miért nem lettek csoportok? Miért nem lettek sokféle szolgálat? Mindenki az ő lelkeajándéka szerint, ahol jól érzi magát, ahol sikerélménye van. Isten nem akarja, valami olyat csináljunk, amihez nem értünk, amiben borzasztóan kényelmetlenül érezzük magunkat, és soha nem volt semmilyen sikerélményünk. Nem vár mindenkitől ugyanolyan szolgálatot. Az egyiket elhívja, hogy szolgáljon idegen országban. A másiktól anyagiakat kér az evangélium munkájára. Isten elfogadja mindenki áldozatát. És így fejezi be, az Úr mindazoknak, akik kegyelmének részesévé lesznek, kijelöl valamilyen munkát, amelyet másokért kell végezniük. Mindenkinek személy szerint kell vállalnia a maga részét, mondván, itt vagyok, engem küldj. Legyen pap vagy orvos, kereskedő vagy gazdálkodó, értelmiségi vagy kétkezű munkás, felelősség terheli, feladata, hogy feltárja másoknak megváltás evangéliumát. Mindennek, amivel az ember foglalkozik, ezt a célt kell szolgálnia. Mindennek. A másik gond, amivel találkozom, ahogy gyülekezetekben megbeszéljük az éves misszió tervet, a testvérek, gyülekezet vezetőjük tördelik a kezüket, hogy a gyülekezet elfoglalt, nincs ideje szolgálni. Jó, 11 és 12 között van, akkor nagy a tülekedés, mindenki szeretne szolgálni. De egyébként másnap és más órában nem. Mit csináljuk? Az Elizeus történetének az ikletett magyarázata azt mondja, hogy minden, amivel foglalkozunk, az a szolgálat része. Megkérdezem, hogy mit csinálsz? Heti 5-ször, 8 órában vagy 10 órában. Jaj, nem érek rá szolgálni, mert én kőműves vagyok. Miért? Az nem a misszió területed, amikkel dolgozol és ahogy dolgozol? Az, hogy te megtartod, amit ígértél, az nem a misszió terület. Egy olyan világban, ahol valaki azt mondja neked, aki munkát vállalt, hogy jön holnap, azt jelenti, hogy 2 hét múlva fölhívod, és azt mondja, hogy aki is vagy. Egy ilyen világot élünk. De van egy keresztény ember, aki azt mondja, holnap reggel 8-kor ott vagyok, és 8-kor ott van. És azt mondja, ekkor végzem, és akkor befejezi. És azt mondja, ennyibe fog kerülni, és annyiba kerül. És beletette a szívét. Ez nem misszió? Ez nem mond el semmit az embereknek ebben a világban a te Istenedről? Az, hogy nem vágod át az embereket, az, hogy kereskedő vagy, és meg lehet bízni benned, nincs ilyen a világban, ilyen nincs. És ha valaki mégis találkozik, akkor megtapogat, és azt mondja, hogy biztos húsvér ember vagy, élő ember vagy, vagy a holdról pottyantál ide, ki vagy? Mert ilyet nem láttuk. Az a te misszió területed. Nem arról szól ez a történet, hogy hazajössz este 8 órakor, és akkor indulj el valamit missziózni, hanem a szolgálat az a terület, ahova Isten tett, ha könyvelő vagy, akkor ott, ha kétkezű munkás vagy, ott, ha tanár vagy, akkor ott. Ezt mondja az írás, az a szolgálat területe, ahova Isten helyezett. Nem kell külön időt szállni a misszióra, nem kell. A te misszió területed, a te munkahelyed, a te ismerőseid, a te ügyfeleid, azoknak kell megmutatni, kicsoda Jézus Krisztus, ne legy akkor a könyvvel fejbe vágni. Eljön annak az ideje is, ha kéri, hanem mutasd meg a szavaidból, mutasd meg, ahogy bánsz az emberekkel, hogy kicsoda Isten, kicsoda te Istened. Sokszor a szolgálatnak csak egy helyszínét ismerjük, és ez a gyülekezet, és emiatt a gyülekezeti választások
sokszor körülbelül annyit jelentenek, mint egy atombomba Hiroshimának, mert hogy általában nem úgy alakulnak a dolgok, és nagyon nagy problémák keletkeznek, mert mi tisztségeket várunk, és nem szolgálati területet várunk. És ha kimaradunk ebből a körből, akkor azt mondjuk, hogy én nem tudok szolgálni, őt megválasztották, szolgáljon ő. Én majd nézem, és majd pontozom a szolgálatát, és elmondom a véleményemet. A szolgálathoz mikor kaptuk a megbízást? Választ várok erre a kérdésre. Mikor kaptunk megbízást a szolgálathoz? Valamelyik gyülekezeti választáson, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a választásoknak nincs meg a szerepe abban, hogy felelősségi köröket még pluszba kapunk, de a szolgálathoz mikor kaptunk megbízást? Most kapnak megbízást. És ez nem lesz visszavonva. Nincs az a gyülekezeti választás, ami leveszi róluk a szolgálatnak ezt a felelősségét. De milyen szolgálathoz? Csak számára az a szolgálat, ha prédikálhat, az a szolgálat, ha zenélhet, az a szolgálat, ha evangelizálhat, és esetleg még a bizottságban lehet, és azután nincs tovább. Vajon van-e nekem is eszközöm a szolgálathoz? Tudjátok, hogy Istennek volt egy másik nagy embere, aki azt mondta, hogy nagyon szép, amit mondasz, Uram, de nekem nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá ajándékom, nincs hozzá semmi, ami kell egy szolgálathoz, és ránéz az Úr, és azt mondja, rendben van, igazad van, de mi van a kezedben? Semmi nincs, de mégis mi van a kezedben? Hát csak egy bot, egy közönséges bot, és azt mondja az Úr, nagyszerű, akkor használd. Egy tengerjáró portugál hajó Dél-Amerika partjainál evezett, hát több mérföldre a parttól. Kifogyott az ivóvíz, és már ez néhány napja tartott. Mindenki szenvedett, a hajósok is. Éjséget lehet bírni, a szomjúságot nem, különösen nem a tenger, amikor mindenhol vizet lát az ember, csak éppen nincs mit igyon. Már végső kétségbeesésükben ott tartottak, hogy hát nincs tovább, amikor megláttak egy másik hajót a horizonton, és Mózéval sikerült üzenetet küldeni, amiben leírták a szükséghelyzetet, és segítséget kértek. Nagyon hamar jött a válasz. A válasz rövid volt. Uraim, engedjék le a vödröket! Ennyi volt az üzenet. Ugyanis nem tudatosult bennük, hogy az Amazonas torkolatánál hajóznak, ahol a vízhozam miatt még a tengerben is kilométerekig édesvíz van. Friss, iható édesvíz. Majdnem meghaltak a tengeren. Csak azért, mert nem engedték le a vödröt, és nem merítettek a kristálytiszta iható vízből. Az az érzésem néha, hogy szomjan hal a közösség, ha nem szolgál. És azt mondjuk, hogy nincs eszköz hozzá, én azt mondom, hogy engedjük le a vödröket. Millió lehetőség van a szolgálatra. Minden lehetősége és eszköze megvan a szolgálatnak. Nézzétek meg, Jézus hogyan szolgál. Mi volt Jézus eszköze? Én nagyon egyszerű dolgot szeretnék mondani. Mi volt Jézus eszköze a szolgálatban? Nem is mondom, inkább kérdezem. Mi volt az ő eszköze a szolgálatban? Tesztelem a oxigén ellátottságot, amíg még szem nyitva van, és egy-egy szó kijön, addig azt jelenti, hogy a minimum szint megvan. Eszköze. Jézusnak eszköz a szolgálat. Ima az egy háttere a szolgálatnak, az a töltést ad hozzá. Még? Eszköz a szolgálatban. Isten igéje, ad egy, megint csak egy jó alapot, bátorítást minden nap, eszköz a szolgálathoz. Jó, ő maga, de
Önmagán belül mi? Beszéd? Nem rossz. Cselekedetei? Még finomabb mozdulatot várok? Tessék? Természet? Megszólította? Hú, kellett volna valami nagyon komoly jutalmat ajánljak ezért. Készség? Igen, nagyon jó. Tessék? Szentlélek, nyilván az adott neki felhatalmazást a szolgálatra, ahogy most a keresztségkor, ők is megkapják, mindenki megkapta. Kedvessége? Inni kér, tehát kezdeményezett, ezek mind nagyon jó dolgok, de ezekre mind azt tudjuk mondani, hogy én nem vagyok képes megszólítani valakit, én nem tudok képes beszélni hozzá, én nem tudok semmit kérni senkitől. Együttérzés. Ahol ott volt, ő ott volt. Ah, nagyon jó. Köszönöm szépen, a most ettől egy sokkal egyszerűbbet mondok. Máté 9.36. Meglátta a sokaságot, és megesett rajta a szíve. Máté 8.14. Meglátta Péter anyósát, amikor meglátogatta. János 9.1. Meglátott egy vakembert, és oda ment hozzá. Lukács 10.14. Meglátott 10 leprást, és magához hívta őket. Lukács 7. Amikor meglátta Naini özvegyet, akkor megesett rajta a szíve, és oda ment hozzá. Meglátta, észrevette. Ennyi. Megfigyeltétek ezt, hogy az ige hányszor mondja? Egyszerűen csak az emberek között nyitott szemmel úgy, nem úgy indult el napközben, megkapta fentről egy SMS-ben, figyelj, majd jön szembe veletek egy halottas menet, el ne felejtsd ám, hogy akkor ott meg kell állni, és meg kell illedelmesen kérdezni, hogy miért sírtok, segíthetek-e valamit? Nem. Ő ment az útján, és egyszer csak észrevette, meglátta, hogy valaki sír. És nem tudott elmenni, amellett, hogy valaki sír, és megállt, bár fontos útja volt. Megállította a menetet, és tett valamit. Azután tanított, és közben a szeme sarkából meglátott 10 bélpoklost valahol messze ott az ebédlőnél. És hogy meglátta őket, hogy ott csoportosulnak, megállt, és azt mondta, hogy hívjátok csak ide. De nem lehet, de hívjátok csak ide. Megkapta az SMS-t, vigyázz, mit csinálsz, ne töltsd az idődet, mert ebből a 10-ből úgyis csak 9 jön vissza, inkább valami olyan módszert használj, amiből nagyobb statisztikád lesz, mert oszd csak el, hogy az per fő hány forintot költünk egy emberre, hogy ne vesztegesd az időt. Nem. Meglátta, és bár minden bizonnyal tudta, hogy mi lesz ennek az eredménye. Mind a 10-et meggyógyította. Mert meglátta. Azután meglátott egy vakembert. Oda hívta. Beszélt hozzá. Meglátott egy másik leprásot, oda ment és megérintette. Évtizedek óta nem történt meg vele ilyen. Szolgálatodnak van területe? Mondja meg az egyház terület. A gyülekezet bizottság. Vagy van neked is két szemed. És meglátod, aki szükségben van, akinek szüksége van egy szóra, szüksége van egy bátorításra, egy érintésre, egy ölelésre, egy pohár vízre, csak úgy megkérdezd, hogy hogy vagy. Erről beszél az ige. Ez a szolgálat. Ez volt Jézus élete. Ez volt Jézus napirendje. Voltak céljai, voltak feladatai. Ha Jézus ma élne, ugyanúgy vizsgázna, mint ti, fiatalok. Ugyanúgy készülne nyelvvizsgára, mint ti. Ugyanúgy érettségizne, mint ti. Ugyanúgy vállalna diák munkát, mint ti. De miközben ezt csinálja, közben meglátná. Amit mi sokszor nem látunk meg. Ez a szolgálat. Második gondolat. Az első az volt, hogy mennyire van az első helyen az értékrendünkben a szolgálat, a második pedig ebből a történetben az, hogy a szolgálatnak a próbája, hogy tudsz-e vizet tölteni mások kezére. Most arra kérlek, hogy
Nagy véletlenül valaki hangosan gondolkozzon, mert az nem lesz jó. Magadban. Van-e méltóságon aluli szolgálata gyülekezetben például? Te azt mondtad, na azt nem. Na azt nem. Van-e ilyen? Nem fordítva kérdezem, mert arra mindig sok a jelentkező. Nem fordítva. A másik oldal. Valami, amire azt mondod, hogy azt én soha. Ha igen, akkor lehet pont arra van szükségünk. Tudsz-e második lenni a szolgálatban? Ezt kérdezi Elizeus története. Mert a szolgálat kérdése sokszor nem lelki ajándék kérdése, nem eszközök és lehetőségek kérdése, hanem lelkületnek a kérdése. És ha nincs meg a lelkület, lehet az összessel rendelkezel, de semmit nem ér, amíg nincs meg az a lelkület. Tudsz-e akár második lenni a szolgálatban? Tudsz-e közösségben szolgálni? Isten nem magányos farkasokra van szüksége az ő népében. Amit láttunk a filmben, akár Afrikában, akár San Antonióban, azok a történetek nem egyemberes történetek, arról szólt, hogy összefogott a közösség, és együtt tettek valamit. Nem arra van szükség, hogy te egyedül a te hiper-szuper módszereddel megoldjad egyedül magadba, a saját pénzeddel, a saját embereiddel, nem. Arra van szükség, hogy együtt, és ha ez egy darabig arról szól, hogy csak vizet kell tölteni, akkor ez Isten útja. Mert Isten ilyen embereket keres, akik akár erre is készek. Ha nem lehetsz ott, ahol szeretnéd, tudod-e végezni azt, amit rád bíztak? Vajon készek vagyunk-e erre? Ellen White még azt teszi hozzá itt ebben a fejezetben, hogy vannak, akik úgy érzik, hogy az általuk közönségesnek tartott munka végzésénél többre hivatottak. Még olyan feladatoktól is húzódoznak, amelyeket feltétlenül el kell látniuk. Attól félnek, hogy mások szemében szolgai munkát végeznek. És ezért inkább gyülekezetek egy része azt mondja, hogy nem. Mi most pihenünk. Megválasztottunk 5 embert a gyülekezetből, ők szolgáljanak. Mi most nézzük. Inkább semmit. Ha nem lehet azt, amit szeretnénk, akkor inkább semmit. Ebben a fejezetben Elizeusról nagyon sok mindent ír Ellen White. Például azt mondja, hogy naponta ismétlődő munkát végzett, és ez volt a kiképzése. Ami egy adott ponton lehet, hogy monoton vagy fárasztóvá vált. Azután azt írja, hogy kis dolgokban való megbízhatósága készítette fel a hivatásra. Megtanult szolgálni. Eközben megtanult vezetni. És a kis dolgokban való hűsége megmutatta azt, hogy Isten rábízhat sokkal nagyobbat. Aki lényegtelennek látja a kis feladatokat, az alkalmatlan nagyobb feladatok elvégzésére, akinek csak kis feladatra van lehetősége, annak nem ok a tétlenségre. Ellen White itt említi meg, hogy az anya épp úgy Istennek szolgál, mint a lelkész a szószéken. Ugyanolyan elismertségi szinten van Isten előtt. Az, amit az anya 4 fal között éveken át, ki sem mozdulva, monoton módon, és azt mondja, hogy megbolondulok már, hogy nem tehetek semmit Istenért. Nem, hát azt mondja, nem. Amit te ott teszel, ugyanolyan jelentőségű, mint amit egy lelkész tesz, ha ezek is hallgatják. Az eredmény nem a képességeken, hanem a készségen múlik. Ezt találjuk, ha valaki szeretné ezt tovább olvasni, a Királyok és Proféták 17. fejezetében tegyük ezt meg. Nos, ez volt Elizeus, Jézus ószövetségi előképe. Az Jézus, aki otthagyta a mennyet, úgy, ahogy Elizeus a szántóföldet. Az emberek közé jött, és mit csinált az emberek között? Mit csinált az emberek között? Uralkodott, mint egy király. Hadsereget vezetett, mint egy király.
birodalmat alapított, mint egy király? Vagy pedig mit csinált? Hadd mondjak valamit, ami összefoglal mindent, amit tett. Vizet töltött. De nem a kezére, mert az még csak valami, hanem a tanítványok poros lábára. És megmosta, ahogy egy rabszolga megmosta a poros lábát a vándoroknak. Testvérem, az a kérdés, hogy honnan jön egy ilyen elkötelezettség? Honnan tudom megtenni azt holnap, hogy azt mondom, hogy egy kicsit más lesz az életem? Nem egy ilyen prédikációtól. Nem egy olyan filmtől. Hanem egy dologtól. Ha találkoztál személyesen azzal a Jézus Krisztussal, aki megmosta a te lábadat is, aki eltörölte a te bűnödet is, aki elfogadott téged olyannak, amilyen vagy. Ha ezzel a Jézussal találkoztál, és hagytad, hogy megmossa a lábadat, nem tudod megtenni azt, hogy te ezt ne add vissza ennek a legkisebb mértékében a te környezetedben másoknak. Ha szolgálni nem tudunk, ha szolgálathoz nem érzünk kedvet és motivációt, menjünk ehhez a Jézushoz, és hagyjuk, hogy mossa meg a poros életünket. Fogadjuk el azt a bűnbocsánatot, amit ad. És lesz hozzá kedvünk, lesz hozzá erőnk, és lesz értelme ennek a szolgálatnak. Testvérem, a mindenki mindenkit jelent. Ez a munka akkor fog befejeződni, amikor a mindenki alatt mindenkit értünk. Mert még mindig nagyon sok az aratnivaló, és még mindig nagyon kevés a munkás. Én remélem, hogy úgy megyünk el innen, ennyien, akik itt vagyunk, hogy elkezdjük ezt a mindenkit. Egyelőre ennyien.